Tudomásodra jut, hogy az edző, mint ahogy tanítványait az elmúlt évtizedekben, a sportoló gyermekedet strandpapucsal ösztönzi jobb teljesítményre. Több nagy bajnok is kikerült a keze alól, mármint az edzőnek. Mit teszel? A. Ez megengedhetetlen, nagy hét csinálok az esetből, ennek következménye kell legyen. B. Azonnal kiveszem a gyermekem a klubból, mármint a sportklubból. C. Beszélek az edzővel, hogy ezt nem tartom jó megoldásnak. De ilyen a sport, sokszor ez az ára a nagy teljesítményeknek és sikereknek. Választatok kérnek. Egy, de nagyon máshogy gondoljátok ezt. Kovács Patricia szerint ez megengedhetetlen, nagy hét csinálna az esetből, és ennek következménye kell legyen. Igen. Kovács András Péter óvatosan, ha jól sejtem, beszélne az edzővel. Igen. Mit mondaná neki? Hát először is tisztáznám, hogy mi az igazság. Mert nagyon sokat hát három gyereket nevelek, és nagyon sokszor kerültem már olyan helyzetbe, hogy, és ők sportolnak is a gyerekek, és nagyon sokszor kerültem már olyan helyzetbe, hogy az edző szerint így, ugyanúgy, és akkor én beszéltem az edzővel, és az edző mondta, hogy ő nem ezt mondta, hanem azt mondta, tehát a legelső az az, hogy szembesítem a, az edzőt a, a váddal. És Az az igazság? Akkor utána lépünk tovább a, a, az A, B és a, a D között. És hát Az az, az alap, hogy utána azonnal ö, viszem el onnan a gyereket, de nem tudom, hogy országos ügyet csinálnék-e belőle. Tehát én nem az az ember vagyok, aki Facebookon ö, ki. De ez nem volt ott, hogy, hogy országos, csak bal Csak, hogy balhéj. Hát egy, egy, egy körül miatt biztos, hogy menne a szülőknek. Ah, tehát, hogy klubon igen. belül megcsinálnám, de például Facebookra nem írnám ki, mert az. az, az a, tehát minden ilyen nyilvános panaszkodást én a tehetetlenség jeleként értékelek, és ameddig van potenciálom tenni, addig elmennék a helyet, hogy nagyon nagy baj. Igen, tehát elítélsz valamit, nagyon, milyen, amit lehet, hogy ez az ember újra és újra el fog követni, lévén, hogy nem vitted ki a nyilvánosság elé más gyermekekkel. Hát ez egy nagyon jó kérdés, de onnantól kezdve, hogy a szülőknek körbeírok, lesz olyan anyuka, aki meg elvégzi majd helyettem a piszkos munkát. Egy felelősség egy picit, nem? Mm. Megúszás. Mondhatjuk megúszásnak is, de de én nem tudom, tehát én úgy érzem, hogy a, a legelső, amit biztosítanom kell, az az, hogy a, azok az emberek, akikért közvetlenül felelős vagyok, azok rendben legyenek. Tehát, hogy az én, ha tényleg igazak a vádak, akkor az én gyerekem jöjjön el onnan, és a többi szülő, akikkel jóba vagyok, és akinek szintén a gyerekeit ismerem, azok tudjanak róla, hogy egy ilyen helyzet van. Valószínűleg szólnék a, 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 a sportvezetőségnek is, akinél a... Tehát, hogy például tehát volt konkrétan ilyen eset az életünkben, volt a gyerekeknek egy edzője évekkel ezelőtt, aki nem úgy bánt, egy nyolc éves gyerekkel, ahogy egy nyolc éves gyerekkel bánni kell. Ö, ott például mentünk a, a, az edző és akkor ott az edző tudtuk kulturáltan intézni ezt a dolgot. Tehát hogy tudott róla, aki az edzőt foglalkoztatja, az tudott erről a dologról. De a legelső volt az, hogy amikor a gyerekek elmondták nekünk, akkor ö, rájöttünk, a, tehát meghallgattuk a, az edző oldalát is. De mi történt pontosan? Ez elmondható? Hát semmi bántalmazás, tehát bántalmazásról, tehát hogy nem, nem történt bántalmazás, csak olyan edzés módszerekkel dolgozott az edző, amik szerintem nem 8 éves gyerekeknek való és ez nem feltétlenül indokolható azzal, hogy ő próbálja a legtöbbet kihozni a, a 8 éves gyerekekből, mert szerintem 8 éves gyerekeket még nem lehet úgy edzeni, ahogy mondjuk 16 éveseket. Ennyi, ennyi történt. Neked ez az érve, ez nem számít, ugye? Tehát még hogyha nagy bajnokokat is nevelt az illető, azt mondja, hogy ő hittel vallja, hogy kell valami fajta ösztönző, ami kétségkívül kitolja a határokat, de ő a szent cél érdekébe teszi. Jó, csak meddig nagy bajnok az ember? 25-30 éves koráig, és akkor mi van a maradék 60 évben? Nyomorult lesz, mert volt egy edzője, aki nem úgy bánt vele. Tehát, hogy az én gyerekemből nem nagy bajnok legyen, hanem boldog, kiegyensúlyozott ember. A kettő szerintet kizárja egymást? Egyáltalán nem zárja ki, de ha mérlegre kell tennem a kettőt, akkor nem kérdés, hogy a második a, a, a fontosabb. És mi van akkor, ha áll a gyerek, és azt mondja, hogy én ott akarok lenni továbbra is, mert én bajnok akarok lenni? Hát, ez egy nagyon jó kérdés, látod. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Szerintem, euh, amíg. Euh, amíg nem érzem rajta azt, hogy tudja, mit csinál, értsd mondjuk, nem tudom, én nem lesz 15-16-17 éves, addig valószínűleg nem hagynám. Ha már nem tudom, én 17 évesen azt mondja, hogy de vannak céljaim, vannak eredményeim, ö, akkor gondolkodnék rajta. De az a baj, hogy ennyire elvonta, nem tudok gondolkodni egy, egy, egy problémáról, ami még nincs. Te azonnal balhét csapat, ugye? Igen, de nem országosat. <laughs> azt én sem. De miért? Azért, mert én nagyon, bennem van egy szakszervezeti bizalmi, tehát hogy mindig is volt. Én szerettem nagyon transzparensen csinálni a, az életet, legyen az munkahelyi kérdés, vagy a gyerekemmel kapcsolatban, hogy, hogy én azért nem mennék külön az edzőhöz, mert azt gondolom, hogy ha Komolyan vesszük az állítást, hogy ugye az elmúlt évtizedekben így ösztönzi már a gyerekeket, akkor ez nyilván, ez, ez csak kiderül számomra, hogy, ja, hogy ez mindig így szokott lenni, és azt gondolom, hogy nem akarok külön beszélgetni, hanem én akkor ilyenkor bemennék a titkárságra, vagy a, nem tudom, a klubnak a, a vezetőségéhez, és azt mondom, nem gyűjjünk le egy asztalhoz, és mindenki mondja el, hogy mi van, vagy mi a tapasztalat, vagy hogy egyáltalán ez elfogadott-e, hogy tud-e erről a klub, ez így megye, és nyilván, hogyha ha erről tudnak, és azt gondolják, hogy ez rendben van, akkor elhozom a klubból. Akkor se csinálsz országos balét? Nem, én nem, nem gondolom, nem, mert én nem, de azért nem csinálnék országos balhét, mert, mert ismert ember vagyok, hogyha ha csak egy anyuka lennék, akkor lehet, hogy csinálnék, vagy azt gondolom, hogy az nagyon fontos, amikor civil emberek hangot adnak valaminek, de, de, de ismert emberként nem használnám ezt a színésznői kártyát semmiképpen nem. Főleg úgy nem, hogy mondjuk jelen állítás szerint a gyerekem ö, a tét. Tehát, hogy vagy róla van szó. Ö, semmilyen módon nem mosnám össze. És nem gondolnám azt, hogy egy pillanatig is bárkiben felmerüljön az, hogy, hogy kiátszottam a ezt a, ezt a színésznői kártyát. Ez a nagymúltú edző, aki egy edző. Igen. Nem tudna téged meggyőzni? Nem. Nem, meg, meg azt is gondolom, hogy ma már azért rengeteg olyan történet van, meg rengeteg olyan ország, ahol ahol bebizonyítják, hogy egyszerűen nincsen szükség ahhoz ö ö ö ö eredményekre, hogy, ö hogy csak kelljen csapkodni a, a gyerekeket. Tehát azért ma már, ma már szerintem egészen más gondolunk arra, hogy hogyan lehet ösztönözni, és nyilván van ez az old school megoldás, és van, aki azt gondolja, hogy egy-egy pofon az. Az, az nem okoz problémát, szerintem meg, szerintem meg okoz. És, és hogyha mindenáron azt gondolom, hogy a gyerekemből nagy sportoló kéne, hogy legyen, mert hogy annyira tehetséges, vagy annyira ő is akarja, um, akkor is azt gondolnám, hogy, hogy, hogy erre már nem ez a megoldás. Lehet, hogy egy picit messzire vezet, de azért pár évvel ezelőttig a színházban is volt ilyesmire precedens. Mm. Nem pofon, Igen. de a nagy hang, az Igen. erély, Igen. a drasztikus. Igen az a értettél egyet? Nem, de akkor azt gondoltam, hogy ez, hogy ez ilyen, hogy ezt, ezt csak így lehet csinálni. Tehát én magam is azért átéltem, meg tanulja voltam nagyon sok abuzusnak a, a, szakmámban szakmámban, és azt gondoltam, hogy ezt ki kell bírni, hogy ez ilyen, hogy ez csak így lehet, hogy, hogy attól leszünk jó színészek, alázatos emberek, hogy ezt, ezt elviseljük. Igaz lelkedre volt olyan eljárás rendező vagy színházigazgató részéről, hogy ez a fajta erély, ez téged színésznőként jobb teljesítményre volt képes sarkalni? Tehát jobb lettél azáltal, hogy megráztak és rátszoltak, adott esetben még az emberi mi voltadat is, nem mondom, hogy sárba tiporva, de... Volt olyan, hogy, hogy valami kijött abban a pillanatban, Elkezd az ember mondjuk zokogni, és az nyilván nagyon hatásos, vagy nagyon megretten, és az izgalmas lesz a színpadon. De én azt gondolom, hogy azt újból és újból előhozni, az már. Tehát az nem egy ilyen hosszú távú ö, siker. És a másik meg. Ö, az egy másik dolog, hogy itt az egy gyerekekről van szó, amiket korén én ezeket átéltem, akkor azért már főiskolát végzett felnőtt ember voltam, és nem volt könnyű ezt kezelni. Én magam nagyon örültem, amikor ez így egyszer csak ilyen transzparensen, hogy itt az előbb is ezt mondtam, um, lehetett erről beszélni, hogy ez nem oké, okay. és azóta abszolút az a tapasztalatom, hogy ú, normális hangnemben is lehet színházat csinálni. Tehát nem volt igaz, akik azt mondták, hogy, hogy az kell, 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 kell az, hogy, hogy, megalázzanak. Azt mondod, hogy te egy szakszervezet bizalmi. Vagy. Igen. Akkor is szóltál? Ha mással történt ilyen, vagy ha veled? Uh, nem, egy ideig nem szóltam, egy ideig nem szóltam, és aztán egyszer csak, amikor én először eljöttem egy ilyen helyről, ahol azt éreztem, hogy... Uh, ezt kimondhatjuk? A Vixi házból, anno még egyszer ilyen alatt, igen, ezt már erről már beszéltem, de... Um, akkor én magam miatt jöttem el, és nem is éreztem jól magam. Mert uh, azt éreztem, hogy... Uh, hmm, az a nyugtattam magam, hogy ez ez elég ahhoz, hogy így jelezzem, hogy valami nem stimmel, hogy én akkor ebből kiszállok, de nagyon sokszor nem védtem meg azt az embert, akit mondjuk mellettem bántottak, mert azt éreztem, hogy hamarabb véget ér a cirkusz, hogyha ebben nem megyünk bele, és ez nem jó érzés ezt érezni, és ezért inkább azóta... De megpróbáltad? Nem próbáltam meg, és, meg ezért... Próbáltam. Igen, és ezért rosszul éreztem magam utána, sokkal. Hogy, hogy amikor rájöttem, hogy... Ugye ez a kollektív hallgatás az ilyen helyzetekben az mennyire nagyon-nagyon rosszat tesz, vagy hogyha csak a, a saját magunk érdekeit nézzük, hát velem nem kiabál, hát tehát akkor mindenki felteszi a kezét, és azt gondolja, hogy hamarabb szabadulunk, hogyha, hogyha nem folyunk bele, amikor tanulja vagyunk valami ilyennek. Hát ez ma már nem így látom. Ma mit csinálnál? Mai eszeddel, ugyanabban a konstellációban? Azt mondanám, hogy ez nem az a hang, nem. És most fejezzük be ezt a próbát, és menjünk ki, és ezt beszéljük meg. Tehát, hogy azt mondanám, hogy ez nem... Még akkor is, hogyha pályakezdő vagy, egzisztenciális kockázat. Nem tudom, hogy akkor van. mi lenne, Endre. Tehát nem tudom, tehát pályakezdőként nagyon más. Most már ez könnyű ezt mondani. Igen. Most már nekem könnyű azt mondani, hogy azt mondom, hogy tessék békén hagyni a pályakezdőt. Tehát, hogy ezt ne csinál. Tehát most már beleállnék. Nekem már könnyű egy ilyen helyzetbe beleállni, de most már figyelnek a rendezők, és sokkal kevesebb ilyen helyzet van mert, mert mindenki tudja, hogy milyen következményei vannak annak, hogyha, hogyha nem, nem, úgy viselkednek, vagy, nem, vagy átlépik azokat a határokat, ami, ami egyszerűen arról hogy megtehetik, mert ők, ők van a pozícióban. Ez ma már, ma már szerintem nagyon sok rendezős igazgató inkább nyel egyet. Hát reméljük az edzőkkel is az a helyzet. Reméljük.